tisztelt konferencia, Elnök úrnak az előadása, az nyilván lesznek a hozzászólások keretében jelentkezések és kérdések és vélemények oda kell hangzani. Felkérelmezék Erse Károly Ulat, a Magyar Uramos Művek részvénytársaság vezérigazgató helyettesét, tehát a világsenergia piac működéséről egyetekül tájékoztatott. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Én a gondolatmenetemet 4 rövid kérdés köré építettem. Jelenlegi helyzet mi nem változik, ezek mögött nincsen kérdőjel, mert ez kijelentés is. És a kérdés igazán az, hogy minek kell változni, és milyen lesz az a rendszer, amiről mi gondolkozunk. A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy kettős piac van, liberalizált és szabályozott piac, és ami a lényeges számunkra közüzemi nagykereskedő és közüzemi szereplők számára, hogy a célfüggvény az az, hogy minél nagyobb versenypiaci arányt lehessen elérni a közüzemnek a keresztfinanszírozásával. Ez egy nagyon lényeges megállapítás azért, mert ugye előzőkben is szó került arról, hogy 8 forint 40 fillérért veszünk át éjszakai villamosenergiát, miközben a 80 filléres paksi atomerőművet vissza kell terhelni. Ez is egy keresztfinanszírozás. Keresztfinanszírozás az is, hogy 8 forint 40-ért kell átvennünk a kötelező átvételt, ugye, és a káp térítés az pedig csak e fölött működik, miközben a visszaterhelések vannak. És lehetne sorolni. Ami a piaci helyzetet illeti, ezt az ábrát mutatnám, többször bemutattam már. Tulajdonképpen a beszerzési oldalon 3 piac működik, és ez megmutatja a jelenlegi piaci szerkezetnek a korlátait is. Van egy kötelező átvétel, amelynek szabályozott ára van, ugye itt a legmagasabb ár az 80-75 euróra van beállítva, de jelenleg 150 euró per megawattóráért is veszünk át villamosenergiát. Van az import lehetőség, amelynek az ára tavalyi év során 25 euró körül volt, ma ez valahol 30-31 euró körül van, és ez az, amelyiknek a nagysága meghatározza tulajdonképpen a versenypiaci érdeklődést. De tavaly a versenypiaci import az valahol 2500 gigawattóra körül volt. Ennek a nagysága maximum 10500 gigawattóra körül lehet, akkor, hogyha Ausztriából is a 400 megawattos kapacitást ki lehet használni, ha a román piac integrálása kerül, ha Horvátországba is épülnek erőművek, tehát ha a regionális piacon újabb kínálat jelenik meg. És a harmadik szegmens az a közüzemi nagykereskedőnek a portfóliója, aminek az átlagára 40-42 euró körül van. A kérdés az, és itt van ugye a keresztfinanszírozás, hogy ebből a 40 eurós átlagárú portfólióból mennyit árverezünk el kapacitás aukción a versenypiac számára, az a világos zölddel jelölt terület az, amelyik a átállási költségnek a nagyságát mutatja, hogy most ebbe éppen milyen elemet teszünk bele, és milyen átállási költség jelentkezik, az befolyásolja a közüzemi szektornak a működését, annak a gazdaságosságát. Ami nincs ezen az ábrán rajta, és ugye sokszor elhangzik, hogy a piacon nincs elég szabad forrás. Kérem, a piacon van elég szabad forrás, több mint 1000 megawattnyi olyan erőmű van, amelyik nem szerepel az erőmű portfóliójában. Ezeknek az értékesítési átlagára azonban valahol 15-25 forint körül lehet, ami nyilván nem kell a versenypiaci fogyasztóknak. Tehát a piaci likviditásnak a megvalósulását nem a közüzemi hosszú távú szerződések akadályozzák, hanem az, hogy nincsen olcsó forrás. És ez egy magyar adottság, a piaci szereplők nyilvánvalóan nem a 10 forint fölötti vagy 20 forint fölötti villamosenergiát óhajtják megvenni, mikor ilyen áron a közüzemből is biztonsággal villamosenergiához juthatnak. Még egy jellemző tényező van, amit meg kell említeni, ez a diszkrimináció. A közüzem az jelenleg diszkriminált.
éppen a célfüggvényből adódóan a közüzemi nagykereskedő nem mehet el a 25 eurós áru villamos energiát megvenni, azt a versenypiacnak kell biztosítani, és számtalan más ilyen elemet is tudnék mondani, amelyik azt jelenti, hogy a közüzem nem juthat hozzá olyan olcsó forrásokhoz, amelyik az ő portfóliójának az optimalizálását elősegíteni. A következmény ebből adódóan, és nyilván nem csak a kettős piacból adódóan, hanem az országnak az adottságaiból adódóan, a regionális adottságokból adódóan, hogy egy keresleti piac alakult ki, a versenypiaci fogyasztók, a feljogosított fogyasztók szeretnének forrásokat találni, azonban az ő költségszintjükön, elvárt költségszintjükön olcsóbb források csak az import nagyságrendjében állnak rendelkezésre, minden más forrásbevonáshoz, akár a közüzemből belekötött forrásokból, akár pedig egyéb forrásokból kerül sor, ehhez átállási költségtámogatásra van szükség. Jelentkezik a nagyobb erőművek építéséhez való, szabad úgy fogalmazni, hogy kedvetlenség is. Jelenleg csak a kis erőműveknél van építési kedv, hiszen ott is a reguláció az, amelyik biztosítja a megtérülést. Ugye szó esett arról, hogy ezen a helyzeten változtatni kellene, és ami még nagyon jellemző, az ellehetetlenülő rendszerműködés. Horváth elnök úr is említette azt, hogy a rendszer szabályozás nehézségekbe ütközik. Milyen célfüggvény kellene, és ez már egy kicsit a jövőben mutat, fenntarthatóan működő, ugye az elesett állampolgároknak védelmet nyújtó, tehát aki nem tud a piacra menni, annak is megfelelő villamosenergiás ellátás biztosító, a rendszer szintű költségminimumot és a végfelhasználói költségminimumot biztosító szabályozás, amelyiknek a végeredménye a nemzetgazdaságnak a versenyképessége lenne. Nagyon fontos a jövő szempontjából a nemzetgazdaságnak a versenyképessége. Mi nem változik? Ugye a második kérdés. A villamosenergia minősége, szó esett róla, hogy UCTE-vel működünk együtt 95 óta, 99 óta már ugye társultagok, 2001 óta rendes tagok vagyunk. Tehát a minőség az európai minőség. Nem fog megváltozni a forrás szerkezet. Tehát amit az előbbi ábrán bemutattam, az van, azt tudják igénybe venni a magyar fogyasztók, az importnak az aránya a további UCTE reszinkronizációval valamennyire növelhető, de ez nem jelenti ugyanazt az árszínvonalat, ami volt. Továbbra is keresleti piac marad, hiszen a feljogosított fogyasztók a közüzemi átlagárnál olcsóbb villamosenergiát szeretnének. Nem fog megváltozni az ellátásnak a minősége, a rendszer továbbra is csak hőerőművekkel lehet szabályozni, a tartalékokat továbbra is a 215 megawattos szénhidrogén tüzelésű blokkok egy része és a szekunder csúcsgázturbinák fogják szolgáltatni, a hálózatnak a műszaki színvonala és a fogyasztói kiszolgálásnak a minősége. És ugye abból adódóan, hogy a rendszer szabályozhatósága az a kötelező átvétel arányának a növeléséből, az alaperőművű importnak a növeléséből adódóan romlik, az ellátásbiztonság romlásának a veszélye áll fenn, mert hiszen abból adódóan, hogy erőműveket le kell állítani, el kell indítani, abból adódóan ugye a lehetséges üzemzavaroknak a száma az növekedett. Minek kell változni? Először is, ahogy Horváth elnök úr említette, teljesítenünk kell az új direktíváknak az előírásait. Mi úgy gondoljuk, hogy ehhez az új célfüggvényt is, tehát hogy ne csak a versenypiacon, hanem minden fogyasztónak legyen olcsó villamos energia. Mit kér az EU? A teljes piacnyitást, erről szó volt. Létre kell hozni a hálózatüzemeltetőket, tehát a Mavir RT független rendszerirányító helyett egy átviteli rendszerüzemeltetőt, az elosztói rendszerek üzemeltetésére is meg kell csinálni a jogi szétválasztást, meg kell fogalmazni a közérdekű szolgáltatásnak a tartalmát,
és ennek a jogi garanciáit meg kell fogalmazni, az általános szolgáltatásnak a feltételrendszerét, hogy ki és milyen előírásokkal részesülhet ebben, ki az, aki ezt az általános szolgáltatást nyújthatja, vagy kik azok, kik lehetnek az úgynevezett végső menedékesek. Meg kell erősíteni egy teljes piacnyitás mellett a fogyasztóknak a védelmét, sokkal erősebbnek kell lenni a fogyasztói érdekvédelemnek magának, és az államigazgatásnak a fogyasztói védelemre irányuló szerepének is. Beruházásokat kell ösztönöznünk, ugye erre Horváth elnök úr is utalt, újra kell fogalmazni a regulátoroknak a feladatait, itt különösen az árszabályozás, az ellátás minőségének, a fogyasztói érdekvédelemnek a szabályozásában, és ugye szó esett róla, két határidő van, ez év július 1, és végső határidőként pedig teljes piacnyitásra, a direktíva előírásainak teljes bevezetésére vonatkozóan 2007. július 1. Folytatva, hogy minek kell változni, ugye a rendszer szabályozhatóságát meg kell oldani. Tehát ha növekszik továbbra is a kapcsolt villamos energiatermelés, növekszik továbbra is a megújuló energiahordozók aránya, a fejlesztések, a rendszer szabályozhatóságát meg kell oldani. Hogy ez milyen módon lehetséges? Külföldi, tehát például az import kapacitásoknak szabályozó villamosenergia kibeszállítására történő igénybevételével, vagy más módon, ezt nyilvánvalóan egy technikai feladat meg kell oldani. Ez a legfontosabb. Nem tűrhet halasztást, még az idén jövőre konkrét intézkedéseket kell tenni. Meg kell változni a mentalitásnak. Ugye jelenleg a rendszer számos esetben ráutaló magatartással működik. Horváth elnök úr említette, hogy menetrendet kell adni a kis erőműveknek, meg majd fizetni kell a kiegyenlítő energia igénybevételért. Számos olyan kis erőmű van, akiről nem is tudnak a lényeges piaci szereplők. Tehát egyszerűen ez a fajta magatartás, hogy elbújunk, és a rendszer működik, és a költségeinket valaki viseli, ezt nem lehet tovább folytatni. Nyilvánvalóan, hogy a jogi szabályozásban meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek ezt a magatartást megakadályozzák. Stabil reguláció. Ugye a villamosenergiaiparnak a regulációja, mondhatnám úgy, hogy az utóbbi időszakban is nyilván más iparágakra is érvényes, az EU csatlakozással folyamatos változásban van. Ennek a változásnak legalábbis a lényegi jellemzőket tekintve mielőbb be kell fejeződni, és az ipar számára egy stabil rendszert kell biztosítani, aminek a lényegi eleme az a fejlődést ösztönözze. Ez természetesen nem elég a villamosenergiaipar regulációjának a biztosítása. Magyarországon kell olyan gazdasági környezetet teremteni, hogy a nagy erőművet azt itt építsék meg, és ne a szlovák határ mellett a túloldalon, mert ezt is meg lehet csinálni regionális ellátásbiztonság mellett. Ugye létfontosságú érdek a magyar gazdaság szempontjából, hogy az erőmű, ami számtalan szekunder beszerzést, gazdaságélénkítést generál, az itt épüljön meg, vagy itt épüljenek. Fontos az, hogy Magyarországon legyenek olyan társaságok, vagy társaság, aki abban érdekelt, hogy a magyar villamosenergia piacról éljen meg, és itt növekedjen. Tehát a nemzeti társaság az ezt jelenti, hogy a fő érdek a fogyasztóknak, az itteni fogyasztóknak a minél olcsóbb villamosenergiával stabilan történő ellátása. És nagyon fontos az, hogy a regulátornak az önállósága az növekedjen. Legfőképpen pedig a függetlensége. Függetlenség alatt én nem csak azt értem, hogy ne szóljon bele senki a döntésekbe, hanem azt is értem alatta, hogy ezek a döntések, ezek objektív módon szülessenek meg, és független legyen az alkalmazottaktól is a regulátornak a döntése. Vannak erre modellek, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Milyen lesz a rendszer? Nem lesz olcsóbb. És ezt nem azért mondom, mert szkeptikus vagyok, hanem azért mondom, mert ha növekszik a megújuló villamosenergia hordozóknak az aránya, azoknak az átvételi költsége az nagyobb lesz.
A új erőműnek a létesítése az valószínűleg a jelenlegi átlagárnál nagyobb költséget hoz be. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az árak nem fognak csökkenni rövid időre, a piacnyitásnak nem lesz meg az a kedvező hatása, hanem hosszú távon tekintve arra nem lehet számítani, hogy itt egy generálisan alacsonyabb villamosenergia ár szinttel lehet számolni. De csak utalok arra, hogy a tavalyi víz hiány és a forrásoknak, erőmi forrásoknak a kivonásából milyen árnövekedés következik be. Tessék szíves lenni megnézni, a 2000-es piacnyitásnál még 15 euró volt a baseload villamosenergiának az ára megawattóránként, ugye ez fölment 30 euróra már jelenleg, tehát nagyon leegyszerűsítve megduplázódott. Ezek az, és a csúcserőműveknél pedig csúcsidőszaknál ez 45-46 euró. Ez még mindig nem elég arra, hogy új erőművek létesítését finanszírozzák. 30 euróért még base load erőművet nem lehet építeni azokban az országokban sem, ahol a léptékhatást jóval nagyobb blokkok létesítését teszi lehetővé, nem Magyarországon. Miért lehetne erőműveket építeni? Azt biztosítani kellene, hogy ez a felelőtlenség, hogy nem egy valaki felelős a rendszerért, ez mégis egy ellátásbiztonságot tudjon garantálni. Probléma lesz, vagy nem is úgy mondanám, hogy probléma lesz, megváltozik a hosszú távú tervezhetőségnek a hiánya. Kérem, a ászoknak a vásárlási szerződéseibe 15 évre kellett megmondani, hogy mekkora lesz a villamos energiaigény. Erre lehetett erőmű létesítési terveket alapozni, központilag tervezett rendszerfejlesztést megvalósítani, kapacitástendert hirdetni, és így tovább. A jövőben a piac fogja ezt megvalósítani. És ugye én két szót írtam ide föl, lehet, hogy nem tűnik ki. Az egyértelműség helyett a gyakoriság fog megjelenni. Tehát milyen gyakorisággal várjuk, milyen valószínűséggel várjuk valamilyen eseménynek a bekövetkezését, és az erőmű létesítést, a befektetőknek a döntését is az árnak, az előbb említett piaci ár növekedési valószínűsége fogja eldönteni, hogy azt várjuk, hogy az árak ilyen szintre növekedjenek, és ehhez akkor mi fogunk erőművet építeni. Ami az iparágnak a hátulját, a hátsó udvarát jelenti. És ide fölírtam azt is, hogy kiktől származik a gondolat. Nem mi találtuk ki. Az együttműködés helyett, ami az iparágra jellemző volt, és nem csak Magyarországra, hanem a régióra, a magyar és a szlovák rendszerirányító, nem sorolom, együttműködése helyett, a kölcsönös segítség helyett a bizalmatlanság, az ellenfél szerep, hiszen piaci versenyről beszélünk, a versenyben ellenfelek vannak, és az ellenfél szerep végén az ellenségeskedés mutatkozik meg. Tehát számolni kell azzal, hogy és ez Amerikából jött ez a szlogen, nem Európából, tehát a piacnak a működése, a szereplőknek a működése az jóval nehezebb lesz. Én úgy gondolom, és személyesen is az az érdekem, és minden iparági vezetőnek az az érdeke, hogy ez az ellenségeskedés nálunk minél később következzen be, és ha ellenfelek is vagyunk azért, vagy leszünk, azért az együttműködés valósuljon meg. Ennek kérem a kölcsönös segítség hiányának már a tavalyi Mátra üzemzavarnál is voltak tapasztalatai, hiába ment a rendszerirányító a szomszédokhoz, hogy adjatok az üzemzavari kisegítést, nem tudott szerezni, mert a rendszer úgy szétdarabolódott, hogy egyszerűen nem azok a partnerek működnek együtt, akik a garanciát tudják adni ilyen segítségre. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen egy regionális piac, egy regionális együttműködés segíthet. Nagyon messze vagyunk minden centrál kezdeményezés ellenére attól, hogy ez megvalósuljon. És Európára pedig a utolsó pont jellemző, ezt az európai nagyfogyasztóknak és az európai villamosenergia társaságokat képviselőknek a közös hivatalos állásfoglalásából vettem. Ugye azt tűzte ki az EU, hogy egy dinamikus gazdasági fejlődés lesz. 2010-re a világon, az európai közösségben kell a legnagyobb növekedési színvonalat elérni. Ehelyett
egy torz energiaadó és támogatáspolitika valósult meg az EU-ban. A végeredmény a korábbiakat meghaladó árak, a verseny, európai gazdaság versenyképességének a romlása, az ipar azt fogalmazza meg, hogy ez így nem mehet tovább. És hozhattam volna ide más példát, ugye a VDLV, a Német Villamosenergia Társaságoknak, Gazdaságnak a Szövetsége egy 10 pontos követelés listát fogalmazott meg a német kormány számára, hogy olyan gazdaságpolitikát valósítson meg, amelyik nem a német gazdaságnak a tönkretételére irányul, energetikai gazdaságpolitikát, mert a jelenlegi az ipar, és itt nem csak az energiaipart, hanem a fogyasztókat is gondolva, a gazdaságnak a tönkretételére irányul. Utolsó kérdésre a válasz nagyon rövid, mit lehet tenni? Ide nem írtam föl a szerzőket, ezeket sem én találtam ki. A felszínes gazdasági politikai megfontolásukon alapuló deregulációs modellek, energiapolitikák helyett a tudomány felismert törvényszerűségeinek felhasználásával kidolgozott reguláció is energiapolitikák megalkotása. Kérem, ez az amerikai villamosenergiaipari társaságoknak a véleménye. És ez se jelent garanciát a költségnövekedés az üzemzavarok ellen. Az üzemzavarok azok a valószínűségből adódnak, a költségnövekedés az pedig a fizikai adottságokból, az üzemanyagoknak az ár, tüzelőanyagoknak az árából és a technológiai berendezések fejlődéséből. Az EU-nak a követelése pedig, tehát az európai vélemény, felül kell vizsgálni a jelenlegi energiapolitikákat, különös tekintettel az európai ipar versenyképességére, figyelembe véve a fenntartható fejlődés környezetvédelmi, szociális, gazdasági dimenziói. Én úgy gondolom, hogy amikor mi az EU-hoz csatlakozunk, akkor ehhez a követeléshez is csatlakozunk, tehát a villamosenergiaiparnak, és ugye ezt a leckét, ez nem a villamosenergiaiparnak önmagában, hanem a bürokratáknak, ahogy Horváth elnök úr mondta, a kormányoknak és a saját nemzetgazdaságukra lebontva kell megvalósítani, ha azt a célkitűzést, amit az EU ugye kitűzött, hogy a legjobban fejlődő gazdasági környezetté váljon, mi akarja valósítani, akkor nekünk is ezt kell követnünk. Köszönöm szépen a figyelmet!